Üdvözlöm Önöket! A Szubjektív mai vendége Óbecse első díszpolgára, Skrabány Viktor festőművész. A művész urat itt otthonába látogattuk meg. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hát Isten hozta magukat, és nagyon megcsereztek nekem, és az egész házban. Köszönjük szépen! Üdvözlöm, Viktor! Hát ugye itt van a 2014 életfadi, életműdíj. Gyakorlatilag, amikor az ember életműdíjat kap, akkor az egyfajta visszatekintés, és vannak az ember életében fontos állomások, amelyek aztán idáig sodorták az életben, ahol éppen most van az öné. Micsoda? Hát először is nagyon szépen köszönöm a látogatást, és azt, hogy ilyen műsort készítenek rólam. Szeretnék mindenkit üdvözölni, aki nézi a műsort, vagy aki nem is. És mielőtt még a visszatekintésre áttérnék, szeretném csak azt is kihangsúlyozni, hogy ez az életműdíj talán mostanában az egyik legszebb karácsonyi ajándékom. Ha nem is karácsony napja, de tudom a gyermekkoromban micsoda komoly élvezet volt, ha kaptam akármit is. De úgy látszik, hogy ilyen időskorban is az nagy örömet tud szerezni, ha az ember valami megfelelőt kap. Tehát ez most ez az életműdíj, ami az biztos, hogy a mi közösségünk, óriási kultúrával rendelkező közösségünk minden napra eredményezi a mi embereinknek, hogy úgy mondjam, a magyarságnak a lelki élményt, de az ereje véget és a nagysága véget nem csak a mi embereinknek, hanem az egész világ emberiségének. Az, hogy én részese lettem ennek a bizonyos kultúrtevékenységnek, azt mondhatom, hogyha visszajátszuk, de mai nap is egy nagyon alázatos, odaadó munkával folytatom, és igyekszem gazdagítani a mi összmunkánkat. Természetes, hogy amire én most szeretnék nagyon visszaemlékezni gyermekkorra, az pedig kapcsolódik teljesen ehhez az én mostani életpályámhoz, a festészetemhez. Pontosan emlékszem rá, hogy a színek nagyon vonzottak még iskola előtti korban. És szegény édesapám, aki rendkívüli esztergályos volt, egyszerűen engem kipróbált. Megjelent az udvarba, hogy oda helyezte a piros motorkerékpárt. És én nekem az volt a világ legjobb motorbiciklije. Utána azt félrehelyezte, és behelyezett egy rendkívüli jó masinát, de feketét, és azt mondtam, hogy ez rossz. Akkor ez már bebizonyította, hogy rendkívülien vonzódom a színek irányába. Persze ehhez kötődik az is, hogy a családi egyik lexikon, képzőművészeti lexikon lapjai között rátaláltam olyan 2-3 lapra, amelyek igen színesek voltak. Az volt azt hiszem az impressionisták reprodukciói, de Rubens is ott volt, és azt kitéptem, annyira tetszett. Tehát ez minden iskola előtti, minden tanítás, irányítás nélküli, de tudom, hogy a zenei hang is rendkívül ilyen izgatott, és volt egy olyan rész a Georges Bizet Carmen operájából, egy rövid részlet, az a toreador belépése előtti hangi jelenség, hogy így mondjam, ami szörnyen tetszett, de nem jártam iskolába. Csak édesanyám kiszólt, hogy Viktor, gyere, megy a muzsikád a rádióba. De viszont a rajzolás ilyen ceruzákkal, színekkel, stb. Az mind jobban kezdett érdekelni, ahogy múltak az évek. Úgyhogy például egy nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra, amikor az első ellenébe a tanítónéni, akkor az Árda iskolába jártunk itt Bécsén 1942.
És akkor a tanítónéni azt mondta, hogy rajzoljátok most gyerekeim körbe a színezővel egy ilyen keretet a rajzpapírra. És elkezdtük rajzolni, és én különböző színű ceruzákkal. És amikor az egyik szint a másikra helyezve, egyszer csak ráéreztem, hogy valami csodálatos mélysége van annak a színvilágnak, azokon a rétegeken áttetszett az alsó fehér réteg, ez az úgynevezett lazúr színhatás, átlátszó, áttetsző. Ez a vízfestészetnek, az akvarell technikának ez a fő, de vigyázzunk, legyen az bármely technika, de ez a bizonyos áttetsző, átlátszó réteg, ez sorsdöntő. Úgyhogy minden olyanok, aki képei előtt fél napokat ülnek az emberek, vagy egy napot, de nem kell semmi szöveg, csak a meglátás, ott van lazúr is, átlátszó. Na hát ez engem nagyon izgatott gyermekkorban. Majd később, azt hiszem, 10 éves, 12 lehetem, hát akkor már kezdtem így komolyabban vízfestékkel dolgozni, mert 6 éves koromban Jézuska hozott egy gyönyörű Dürer márkájú vízfesték készletet a karácsonyfa alá. És én ezzel elkezdtem dolgozni, munka közben állandóan kapcsolatban voltam olyan emberrel is, aki szeret rajzolni, olyan iskolatársammal is, aki nagyon szeretett festeni, és az egyiktől kaptam egy fekete-fehér ilyen kis könyvet, Munkácsi reprodukciók. Munkácsi, a Lieb Mihály az eredeti neve. Munkácsi reprodukciók, és elkezdtem 13 éves koromban, én akkor a feketéről már színesbe lemásoltam, tudom, azt hiszem az első volt az Ásító Inas, utána a Síralomház, azután következett a Vak Milton, a költős, külön az arcképét is, a csoportképet is, Krisztus a Pilátus előtt. Szóval ezt én mind megcsináltam vízfestékkel, abban az időben nem voltam ilyen sok minden a gyermekeknek. Akkor volt olyan vízfesték, hogy olyan érdes volt, homok volt benne, és akkor én cukrot raktam a vízbe, sűrű lett, azzal festettem, nagyon tetszett, nagyon fényes. És egy ilyen képet egy barátomnak ajándékoztam, aki jóval korosabb volt, nem remázta be. A legyek elhordták a fele képet, a cukor. És ez már annyira felfokozódott később, hogy én minden reggel már 5 óra, 6 óra ülök az asztalnál, és vízfestékkel dolgozok. Közbeszólok, ez azt jelenti, Viktor, hogy a festészet az fegyelem? Minden további nélkül minden az, és minden minőség áldozat igényes. Ez alatt meg persze ezt is értjük. Tehát muszáj volt rádolgozni, ha valami nagyon megtetszett, akármit is csináltam, de azt muszáj volt leküzdeni. És én festek például reggel az asztalnál, ezt már meséltem többször, de elmondom, vízfestékkel. Szegény édesanyám az hozza a tejet minden reggel oda, hagyták, hogy dolgozzak. 8 órakor iskola. Én festék 2 óra hosszát előtte. És édesanyám odahozza a tejet, és én a tejbe mostam ki az ecsetet. Nem néztem oda. Ott volt egy ilyen pohárba a víz, amiben mosogattam az ecsetet, de én a tejbe már nem néztem oda. És utána pedig minden vágyam az volt, valahogy hallottam arról, hogy olajfesték ez a sző, azon sűrű, hatásos réteg, hely, de jó lenne, most mit csinálja? Vásároltam ilyen fal porfestéket, piktorfestéknek is mondjuk, azután étolajat, és én csináltam olajfesték készleteket magamnak. És azzal kezdtem. Meg is van egy ilyen gyerekkori erdőrészlet, amit azzal festettem. Persze nagyon sokáig szárad az étolaj, félig száradó olaj. Akkor már jobban érdeklődtem könyvtárak ezzel, és véletlenül ráfutottam egy ilyen nagyon híres bécsi, a 19. századbeli bécsi festőknek a repróira, hát a Munkácsi is ott tanult Bécsbe, stb.
És akkor én azt elkezdtem szintén fekete-fehérről, elkezdtem másolni olajjal. De akkor már festettem egy pár ilyen önálló szálás részlet, alakos, stb. Ott a falon látható egy kisfiú kutyával, azt akkor festettem, 15 éves voltam, azt hiszem. Azt akkor festettem. És van itt még egy ilyen repro, az én Noteszomba, ilyen csoport kép. Tehát akkor már annyira hatalmába kerített ez a színi jelenség, arányok, formák, színhatások, hogy én akkor már végleg eldöntöttem, hogy ez az én élethivatásom, ennek fogok élni örökké. Persze a gimnáziumban akkor még 5. és 6. voltam. De akkor már eldöntöttem, hogy én erre megyek, és aztán nem is érdekelt a gimnázium, de nagyon jól ment a zeneiskola. 3 év alatt fejeztem be. És híres belgrádi színezékkel léptem föl, csak kölök voltam. Muzsikáltam ilyen könnyebb, de nagyon mély átéléssel könnyebb dallamokat. A festés sokkal jobban ment. És ennek az lett a vége, hogy 7. gimnáziumból, akkor 8. gimnázium volt, az a mostani 3., 7. gimnáziumból kiiratkoztam, hogy örök hálám a drága áldott emlékű szüleimnek, beleegyeztek. És én elmegyek Belgrádba, és fölvettek, mint kivételőse. Elsőre, de ez úgy ment, hogy előbb egy nagyon híres szerb festőnő, Zora Petrovics, meglátta ezeket az én, azt mondta, hogy nehogy máshova menjen, most bocsánat, hogy így kérkedem, vagy én nem hiszem. Olyan a színérzéke, hogy nehogy máshova menjen, ez a maga élethivatása, de menjen el egy Sumatovacska nevű iskolába, hogy a rajzba felerősödjek, hogy ne mondják a többiek, hogy ez hogy rajzol, ez azért fővették. Tehát én már föl voltam véve az Zora Petrovics, ő volt a speciál tagozatoknak a főnöke, ez a festőnő, és utána egyből fölvettek a Belgrádi Akadémiára. De ott nem maradt sokáig, aztán Ljubljanába átment. Igen, de viszont, ezt most nehogy félreértsék a kollégák is, azt nem lenézésből mondom, de Belgrád az egy ilyen abstrakt, teljesen elbont képek alakítására beállított, ugye nagyon előnyösek akartak lenni. Az éneken nem annyira felelt meg. Ennyi év óta ez a képeknek a stílusa, a reális mi voltam. Igen. Ez egy picit módosul, ez egy árnyalódik, talán egy picit felszínre kerül a belső. Így van. Viszont mennyire lelki adottság az, hogy milyen módon fog festeni? Mennyire az embertől függ, vagy lehet ezt is mondjuk külhatások alapján módosítható ez a fajta hozzáállás? Hát ez egy nagyon-nagyon összetett helyzet és korszaki követelmény, mert azt tudjuk, hogy a régi időben mindenki teljesen csak reálisan festett, tehát a megélhetési. De annyit mondhatok, hogy akkor kötődik legtöbb irányba a tudat, és ez a legnehezebb stílus, és abba is belevinni azt az élményszerűséget, amelyet esetleg egy expresszionista pillanatok alatt kivetít, és azt széthúzni annyira, de nem szárazat csinálni, az egy nagyon nehéz. Na, ez a régi időké. Viszont ez egy természetes dolog, hogy a 20. század fölszabadult, és talán egy óriási pihenő is a festészetben ilyen értelemben, és a 20. század festészete az már magával hozott egy rendkívüli, zseniális módon kitalált magyarázatokat, és ennek be kellett jönni, ez egy természetes dolog. De egy biztos, meglátási élmény csak is a látószerveinken keresztül juthat be a tudatig, és a lelki világunkig. A hallószerveinken keresztül meglátási élmény nincs. Ez biztos. De be kellett jönni a 20. századnak. Én azt hiszem, hogy most a 21. egy kicsit ellensúlyozza, és kezdi, most már vannak ilyen-olyan-amolyan, és én mindig ezen a véleményen voltam,
hogy minden ember legyen boldog. Miért ne festene, dolgozna minden ember úgy, ahogy tetszik neki? Az egy nagyon szép dolog. Nem szép, amikor azt mondja, hogy csak mi és más nem. Ott már, ez ott az már elfogadás valami... segíti Viktor abban is, hogy gyerekeket tanít, fiatalokat, amatőröket amikor, és hivatásosokat igen, a májnak. Igen, hát ide járnak festőművészek is, most van egy moszkvai hölgy is, valami művész családból meg. No, az olyan, hogy mind Becsei ösztöndíjas, hazajövök, amit mondtak, azt tettem, elkerültem Fődvárra. Akkor jöttem rá, hogy vannak tanító hajlamaim is. És az én nekem egy nagy örömet szerzett, hogy a szemeket nyitogattam. De én nagyon jól tudtam, hogy mi kell a gyerekeknek, hogy tudjanak érvényesülni más irányzatú középiskolákba. Ez nem lett mindenki művész. Hát abban az időben is én egy kicsit fehér hollóféle voltam, vagy nem tudom mi, mert abban nem volt szabad megtanítani a gyereket, de én tanítottam. És ennek most az lett a vége, hogy én nekem vannak nagyon híres tanítványaim, az egyik Londonban nyert díjat, a másik Olaszországban, a harmadiknak New York központjában van lakása. Viszonylag ritkán állít ki. Óbecsén nemrég volt egy önálló tárlata, és mi az ok ennek a ritka megmutatkozásnak? Hát ez, tudja a csoda, valahogy engem az boldogít, ha megoldok valamit. Ha nem, akkor nem is alszom egy-két napig. Tehát erre összpontosítok. És akkor, ha én összpontosítanák ilyen táratokra, stb., már nagyon sok időt elveszítenék azzal. De talán így még érdekesebb, hogy nem olyan sűrűn. Mert van, aki tárlatot a tárlatra halmoz, mert ugye a világzsenék közül hány van, aki sosem nem állított ki. De várjunk, én nem azt mondom, hogy az vagyok. Csak az, hogy... Meg ilyen alkat is vagyok. Én az alázatosság az egyik fő hozzáállási módom. És a boldogság szerzés, hogy a környezetemnek, az embertársaimnak is valami boldogságot szerezzek, vagy és így tovább, és így tovább. Hát azok, akik jártak is hozzá, még megvan most is a kapcsolat, mindig mondták, hogy hát te így már miért nem használod a könyöködet egy kicsit. Hát mondom, ami nekem nincs, azt nem használhatok. Amikor végignézünk a képeken, akkor azt vesszük észre, hogy tematikájában a tájkép és a portré váltakozik, vagy inkább portré van túlsúlyba, és az előbb megmutatta az ön arcképét is, és akkor az jutott eszembe, hogy Skrabány Viktor, amikor lerajzolja önmagát, akkor ez nem ugyanaz a kép, mint hogy más ember látja Skrabány Viktort, és hogy van ez, miben vannak a nehézségek? Erőpróbázi ez az önarckép is. Hát ami engem már izgatott gyermekkorom óta, az az emberi test anyagának a megfestése. És később ugye, amikor már csak iskoláztattam magam, akkor már véglegesen kitudódott, hogy a fő erőpróba minden festőnél az emberi test anyagának a megfestése. De miért azt a legnehezebb? Tessék? Miért azt a legnehezebb megfesteni? A színek világa, teli van színekkel egy arc, vagy egy test, de annyira rejtett, hogy arra tényleg muszáj nagyon ráérezni, hogy az ember megcsinálja. És azért még most is, attól függetlenül, hogy 21. században vagyunk, a Ticiánokat és ezeket agyon csodálják az emberek, akik szeretik ugye a színvilágot, viszont én azt hiszem, hogy mégis a festészetnek a fő fegyvere a színek világa.